kiegészíteni a Daninak a mondataival, hogy a lényeges dolgot közvetlenül kihagyott a számítás. Ami szintén egy eddigi folyó a végrehajtásnak. Hát igenis keményen a közvetlenül is kell foglalkoznak, nem csak a végrehajtóknak. Bocsánat, nem akarok oda visszajátékot, csak ugye arra gondolsz, hogy amikor a közjegyző kibocsátja a záradékot, akkor nem köteles vizsgálni a papírok jogszerűségét. Ő neki kötelességem, mert a közjegyzőt nem vizsgálja. Már a szervezés kötéskor törvényszerűséget követni kell. Tehát rékkövetejük a visszahangosítást. Már egy kis szóval. Bocsánat, hogy itt a Dani volt az első, aki megbukkotta a rendet. Bocsánat, itt komitékért, tehát akkor folytatjál, és akkor utána jelentem is. Erre akartam csak kitérni, hogy foglalkozunk a közjegyzőkkel is, mert legalább annyira fontos, mint a végrehajtó. Úgyhogy ezt szeretném, hogyha átvallás. A végfontunkban ez már elég benne. Ez a visszállítás teljesen érzében. Csodálj, persze, hogy az ezt. Az új jelentkezett, aztán a másik úr csatos. Tulajdonképpen a közjegyzőknek kellene küldeni szerintem, mert nagyon gyorsan egy levelet, hogy azonnali hatályra vonják vissza a végrehajtási jogiratokat. Meg is van a listája. Ugye a Peterre vonatkozva. Én úgy tudom, hogy már több száz végrehajtási jogiratot vontak eddig vissza, pedig még csak pár nap telt el a Peterper óta. Tulajdonképpen örülök, hogy megint megjelent itt nagyon sok szervezet, akivel tulajdonképpen minden szervezet teljesen egyetért nagyon sok pontban, talán csak egyben nem. Tulajdonképpen a minden szervezet nagyon jól tudja és egyetért, hogy a bank tudtak az árfolyam emelkedésről, hitelek mögött nincsen deviza, a többletbefizetések nekik extra nyereség, a ügyfelek nem kérnek adóforintokat, a jogállamot és igazságosságot, a bűnösöket meg kell büntetni bármiféle úton, akár börtön, közmunka, vagyonelkobzás, felfüggesztés és egyéb hasonló dolog. Akár véleges játék, de mégis a felfüggesztés az majdnem ugyanaz. A szebb jövő reményében az elmúlt 30 évben kell keresni a bűnösöket, és nyilván meg is kell őket rendesen büntetni. Illetve abban is mindenki egyetért szerintem, hogy mindenki kölcsönt akart felvenni, például 10 millió forintot, és megalkodott annak idején, hogy mondjuk 14-et ad vissza az elkövetkezendő 10-20-30 év alatt, és abban is mindenki egyetért, hogy ennyit nem jár már a banknak, tehát ez a említett 14 millió. Egyedül egy a kérdés, amiben vita van a többi szervezet között, hogy mennyivel kevesebbet kell visszaadni. Tehát én úgy gondolom, hogy csak ebben az egy pontban van eltérés a szervezetek között. Illetve nagyon érdekes dolog, nemrég hallottam, hogy a PSAF össze akar fogni a bankszövetséggel, és egy közérdekű keresetben akarja megtorpedózni a PITE ítéletet. Méghozzá azzal a módszerrel, hogy egy közérdekű keresetet indítana a bankok ellen, a keresetek mellett, hogy minden szerződésben utólag beleírják, hogy árfolyamra is 1%, és hogy jó legyen az ügyfeleknek is, ugye megetessék az ügyfeleket, a fölötte lévő részt, aki ugye 2-3%-ot alkalmazott árfolyamrésnek, azt visszafizetnék az adósnak. Ezzel tulajdonképpen egy-két havi törlesztő résztet fejében továbbra kellene fizetni a 2-3-szoros törlesztő részleteket, úgyhogy ezt mindenféleképpen bármiféle úton módon meg kell akadályozni. A kocsi forgalomból való kivonását is valahogyan elő kéne segíteni, tehát fel kellene hívni a okmányirodáknak a figyelmét arra, hogy pontosan mi is kell ahhoz, hogy a kocsit ki lehessen vonni a forgalomból, illetve a tehát milyen törvényeket kell betartani, és tehát fel kell hívni el a figyelmet, hogy nehogy véletlenül kivonjanak olyan kocsit, ami nem szabadna. Tehát ismét meg kell nekik mutatni, hogy mi a törvény. Vita követelés persze. Illetve én úgy gondolom, hogy a délelőtti levelezgetésünk folyamán írtam egy rövid petíciót, hogy
írások és megnyilvánulások alapján bebizonyosodott, hogy Port Köpönyek Forgató Péter és 100 PSZF Károly alkalmatlan frisségük betöltésére, mert a bankrendszert védik az igazság és jogállamisággal szemben, valamint a magyar emberek érdekeivel szemben. Ha szakmailag ennyire ismerik a pénzügyi jogot, akkor azért, ha pedig valóban ismerik a szakmát, akkor valótlan állításaik, hazudozásaik, köpönyekforgatások miatt kell távozniuk. Kérjük azonnali felmentésüket, vagyonuk zárulását. Úgy gondolom, ezt vagy valami...